Óbecsén a kerekasztal tanácskozáson az önkormányzatok és a tartományi titkárság illetékesei kifejtették, hogy hogyan lehet serkentő agráripari üzleti környezetet teremteni Vajdaságban. A mai konferencia jelentős, hiszen Óbecse agrárközség, és mert ebben az ágazatban sok lehetőség rejlik, amelynek hasznát a feldolgozó ipar is élvezheti. Az állattenyésztés fejlesztésére is összpontosítani kell. Hiszem, hogy az állattenyésztésben nagy lehetőségek vannak, hiszen ez az ágazat az utóbbi 20 évben visszaesett. Az állami földeket használni, művelni kell a falvak fejlődése céljából, meg azért, hogy a fiatalok ne vándoroljanak el a vidékről. Ez az oka annak, hogy nem fogadjuk el az arab vállalat kínálatát és az állami föld bérbeadását 60 évre. Az óbecsei agrárvállalatok fejlesztéséről és talpraállításáról is szó volt, hiszen a Pikbecsei mezőgazdasági kombinát mintegy 3 éve csődeljárás alatt van. A tartományi kormány azon fáradozik, hogy megsemmisítsék a magánosítást. A Pikbecsei egy értékes mezőgazdasági vállalat. Úgy vélem, hogy a legjobb megoldás az lenne, ha a résztulajdonosok, az óbecsei meg a tartományi kis részvényesek lennének. Majd a vállalatot gyakorlott szakemberek kezébe adni. Így megvédhető lenne a termőföld, ami nem csak óbecse számára, de vagy is fontos. Az összejövetelen elhangzott, hogy az önkormányzatoknak meg az államnak is nagyobb mértékben szükséges támogatni az infrastruktúra kiépítését, hiszen csak is így tehető a vidék vonzóvá a beruházók részére.